Volt, aki nem kérte, a legtöbben azonban örültek a népszavazásról szóló szórólapnak. A kampány Csepp ellen is elindult, a kerületben azonban nem érik be az ígérettel, a támogatók nevét is felírják. Két kollégájával érkezett a kerület főterére a polgármester. Míg az aktivisták az aláírásokat gyűjtötték, addig ők igyekeztek meggyőzni a most még bizonytalanokat. A török társadalom, a muzulmán társadalom nem ismeri az európai szokásokat, például nem ismeri a bankkártya használatnak a szokását sem. Na itt a lámpjában is összevitok, hol polgármester Ugi Attila? Hát nem Cseppelen, azt tudom, ott egy Borbély nevű. Így van, Borbély, oké. Na mindegy. Szóval mi van a bankkártyában, mert hogy nincs nekik? Hát én azt, meg úgy tudtam, hogy a bankkártyával nyomulnak. Szerintem semmi másuk nincsen nekik, mobiltelefonjuk és bankkártyájuk. Igen, és most erre kiderült, hogy nincs bankkártyája. Útlevelük az már nincs, ugye? Na azért próbáljuk tisztelni alkotmány technikai szempontból. De nem kell beszél? Nem, az előző témán az is szerettem volna mondani, hogy a politikusoknak olyan rengeteg megszólalási kényszerük van, állandóan beszélniük kell. Tulajdonképpen százával, évente százával megszólalnak, akkor is, ha nincs mondandójuk. Most ez a hatalom történetesen egy olyan iniciatívába kezdett, hogy el akar vinni több mint 4 millió polgárt az urnákhoz. Ez szinte lehetetlen, és mégis egyébként lehetségessé válik azzal, hogy ilyen hatalmas kampány történik. Most persze, hogy az önkormányzatoknak is meg kell szólalniuk. Az önkormányzatoknak határozatokban kell elítélniük a migránsokat, és így tovább. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy megszólalnak olyan hangok is, amiknek láthatóan semmilyen gondolatok vagy mondani valójuk nincsen, és mégis mondani nekik kell valami. Nekik általában sincsen. Most konkrétan nem erről az úrról vagy más úrról szeretnék szólni, mindenesetre általában úgy áll a helyzet, hogy beszélni kell akkor is, amikor nincs mit mondani. Sajnos. Na most ez csak annyit, hogy a Ricsibe azt teszik nekem általában, hogy a véleményét és a mondjuk a tényt az külön tudja kezelni. Tehát ez egy véleményműsor, ugye? Igen. Tehát itt mi fölcsökhetünk, megmondhatjuk a véleményünket, pro, kontra, meg minden, aztán valakinek ez tetszik, valakinek nem. De kétségtelen, amit a Liát mondott, az teljes. Tehát ezek az embereknek kell beszélniük, ugye? Valamit kell mondaniuk, egyfajta kényszerben vannak, és ez abból a struktúrából fakad, amit ők el akarnak érni, nevezetesen azt akarják elérni, hogy megnyerjék ezt a választást. És tulajdonképpen, ha leírólag beszélünk erről, akkor ez minden hatalom, minden valami, ami valamit akar csinálni, az bevet mindenféle eszközt. Tehát ezt nem kell feltétlenül, tehát ez lehet, ez tetszhet nekünk, meg nem tetszhet nekünk, de én azt gondolom, hogy ez egy általános, ha tetszik, emberi valami. Gondolom mindenki egyetért az, amit a Bandi mondott, de az elmegyen, az csúszott ki a szem, hogy ők meg akarják nyerni a választást. Szerintem nem ez a tét, mert úgyis többen lesznek azok, akik nemmel szavaznak, mint az igennel, nem? Itt az a tét, amit a Rihárd mondott, hogy elmennek-e 4 millióan szavazni. És el fognak menni, nem, semmi baj nem fognak ezzel elmenni. De szerintem meg el fognak menni, mert ugyanúgy elmentek a 300 forintos vizitdíjas, tandíjas népszavazásra is. Sokkal könnyebb, nem sokkal könnyebb, kategóriában egyforma a tandíj és vizitdíj, meg az, hogy ide ne jöjjenek, ebbe az országba ne jöjjenek. Ez egy totál általános vélekedés itt, pártállástól függetlenül. Tehát nagyon könnyedén el fogják tudni hajtani az embereket szerintem. És mi van azokkal, akik tényleg nem akarják, hogy itt 100 000 évvel legyenek idegen kultúrájú emberek, ezt kialakuljanak? Igen, de ekközben azonban... Én ezzel küzdök. Ez az óriási probléma, vagy szerintem egyikünk se akarja, hogy itt 100 000 legyenek idegen kultúrájú emberek. De hiszen ennek a veszélye nincs is meg. De megvan a veszélye, abszolút megvan. Miért? Hogy 100 000 legyenek? Figyelj, engem azt hiszem, hogy Magyarországon vannak el... Elolvastad, hogy összesen hány embert akar, az millió pontosan, szét, aztán én elolvastam. Itt van szerintem az egyik ilyen baromi nagy csúsztatás. Az, hogy Magyarországon hány ilyen ember van, az ahhoz képest, hogy Európában hány ilyen ember van, és hány ilyen ember lehet, ez mellékes. Én európainak gondolom magam, és ugyanúgy fáj nekem az, hogyha Németországban, vagy Franciaországban, vagy bárhol van, mint hogyha Magyarországon. Tehát engem az hogy az nem nyugtat meg, hogy úgy mondjam. De mi az, ami neked fáj, túl sok ez a burnuszos, vagy mi az aggályod tárgya? Jó, hát ebben most nem menjünk bele, mert ez egy nagyon-nagyon hosszú kérdés. Jó, de te hoztad föl, bocsánat. Nem, ez följött. Nem, ez benne van a levegőben. Szerintem emberek 100 000 nyüglődnek a lelkiismeretükkel, illetve azzal a józan felfogással, hogy Londonban nagyon jó pofa, vagy mit tudom én, Los Angelesben voltam, kínai negyedben, San Franciscóban jutottam, nekik.
De én nem akarom, hogy... Én minden, egyébként idefelé jövök, mindig a József, a Kőbányi úton jövök a kínai negyed piacnál, ahol szorgalmas kínaiak is rikságban tologatnak. Én azt még ott így kicsiben el tudom viselni, de nem már egész városrészek. Jó, de azért szerintem... Nem már, hogy kötelező legyen. Egy gondolat, hogy ezzel szerintem tegyük hozzá, hogy azért, mert lehet, hogy félünk, azért, mert vannak kétségeink a helyzetről, azért még nem, attól még a polgármestereknek, képviselőknek nem kell ekkora hülyeségeket beszélni. Nyilván... Ne haragudjon, ez munkaköri kötelesség. Nem, a hülyeséget készen is kapják le írva. Nem úgy értem, hanem azt gondolom, hogy ezért ekkora hülyeségeket nem szabadna. Ezt a bankkártyát, ez szerintem saját forrás kellett, hogy legyen. Szerintem is saját forrás, de csak egy gondolat még, hogy azért azt tegyük hozzá, a Fidesznek nagyon-nagyon fontos az, hogy sikeres legyen ez a népszavazás. Erre most mindent rátettek, ráadásul ugye pénz, paripát, fegyvert, tehát itt most mindenki kiveszi a részét ebből a kampányból, és csak egy gondolat a polgármesterekre, hogy ugye azt azért hallani fideszes körökből, polgármesterekből, hogy nekik az a tét most Orbán Viktor úgy állítólag kiadta, hogy kötelező, tehát olyan szinten kell hergelni az embereket, hogy elmenjen, meglegyen az 50%, és akkor lesz esélyük majd a 2018-as választásokon akkor, hogy nem fejeztem be a gondolatot, de ez nem hiszem, hogy számáljuk. Értjük. Tényleg? Miért akart mondani valamit? Hogy a kérdés ugye nem konkrétan erről szól természetesen, hosszú lenne elmondani, hogy tulajdonképpen a kérdés végül is mire vonatkozik. De a közönség így fogja föl, és a kormány is erre fordít energiákat, hogy a közönség így fogja föl. Mondjon egy nagy nemet valamire, ami nem mi vagyunk, ez az esetben Brüsszel is, és a menekültek is, az más kérdés, hogy ezeknek mi közük van egymáshoz, de minden esetre egy nagy nemet mondani arra, ami nekünk nem tetszik, többek között nem tetszik az sem természetesen, hogy rengetegen jönnének majd ide, 100 000-vel és így tovább, és elfoglalják az országunkat, és így tovább. Amit pedig a Bandi mondott, hogy tulajdonképpen a választások megnyerése a cél, ez nem elszólás volt alig, hanem valóban a választások nem csupán a népszavazás megnyerése, hanem a választások. A népszavazás után hamarosan következő választások megnyerése a cél. Hát erre szolgál a népszavazás. Ez a cinikus benne, de én csak azt akarom mondani, hogy ha azt mondjuk, hogy ez cinikus, akkor inkább leírólag használjuk ezt a dolgot, mert szerintem minden politikai alakzat bedob korrekt és cinikus és inkorrekt ügyeket is. Ilyen az emberi természet, tehát amikor futballozunk, akkor is néha korrektek vagyunk, néha meg csalunk, vagy legalábbis megpróbálunk csalni, főleg, hogyha van egy bíró. Tehát én ezt nem gondolnám, hogy nekem se tetszik, félreértés ne essék, én a korrektség pártján lennék, de az van, hogy ez egy eszközrendszer, amit mindenki használ. Na de menjünk vissza az alapokhoz, amit a Richard említett, hogy miről szól a kérdés? Hát ugye a feleségem jobban várja el, hogy el tudjam neki magyarázni, hogy miről szól a kérdés. Hát mégiscsak te végeztél, jó, drága fiam, te foglalkozol politikával. Azt nem tudom megmondani neki, hogy miről szól igazán a kérdés, mármint, hogy mi a tétje ennek. Mert a Kósa Lajos könnyen csinál hülyét magából. Hát miért nem olyat kérdeznek tőlem, amire tudok válaszolni? Mert ugye most is ezt mondta, hogy na és akkor mi lesz, hogyha meg lesz a népszavazás eredménye? Hát akkor mi lesz? Hát akkor semmi nem lesz. Hogy ez nem arról szól. Hát, ne, az kétféle dologról is szól. Az egyik, ami belpolitikailag fontos. De most jogilag fontos. Mondom. Ja, jogilag semmi. Jogilag semmi, de az igen, hogy a referendumra hivatkozva lehessen alkotmányt módosítani, szerintem ezt simán meg is fogják csinálni. Ez ami befelé érdekes, kifelé meg azért az egy nagyon nyomatékos dolog, ami jogilag semmit sem jelent, hogy lehet hivatkozni arra, hogy a nép ezt akarja Magyarországon. Semmi más. És ez fontos, ez számít, ennek van ereje, ennek van súlya. Igen. Ezt lehet kommunikálni. Ráadásul tényleg egész Európa elképesztően toporog az előtt, hogy mi a fenéhez kezdjen ezzel a menekült ügyel. És nem azt akartam az imént mondani egyébként, hogy tessék szívesen beengedni minél több százezer idegent Magyarországra. Azt akartam mondani, hogy kizárja ez a fajta propaganda, amivel itt megörítik az embereket, illetve hát engem megörítenek, másoknak meg nyilván nagyon tetszik Magyarországon, hogy normálisan, higgadtan azokat az embereket, akik az életükért futnak, azokon segítsenek. Ezt akadályozza meg, és szerintem ez bűn. Én ott vagyok bajban, hogy abszolút első közmondtam, hogy én a Hillerrel értek egyet, miszerint utálom a kerítést, csak nem tudok nála jobbat. És engem jutott el lelkiismereti válság, hogy először Orbán Viktor megalapozta a gondolatot az, hogy el kellene süllyeszteni a hajókat.
már hát persze utas nélkül a földközi tengernél, már a líbiai partoknál, most pedig már Nógrádi György a tűzparancsig is el volt képesült. Nem tudom, észreveszed az építkezést, ahogy engem is már kezdenek zavarba hozni, Jézus már. És az is fontos kormányzati üzenet volt, ugye a honvédelmi miniszter azt mondta, hogy elvileg akár terrortámadás is bekövetkezhet. Tehát ez is egy következő lépcsője volt ennek a kommunikációnak, ami az elég ijesztő. Szóval itt az előbb fölmerült, hogy mitől félünk, mert minden, én mondjuk nem vagyok egy félős csávó, de tehát nem, én nem félek, hanem azt mondom, hogy ez a dolog, ez, hogy jöjjenek be, ez nem, hogy nem megoldás, hanem ez kontraproduktív. Hiszen azok az emberek jönnek el, akik ott helyben kellene, hogy maradjanak, és amikor megoldódnak a problémák, akkor ezenek az embereknek kellene ott lenni, ugye a szakértőknek, a fiataloknak, stb. Csak úgy, mint a Magyarországon és csak úgy, mint így van, pontosan, tehát egy végtelen, erkölcstelen dolognak gondolom a nyugat szempontjából azt, hogy szívja el a kelet-európai munkaerőt, meg a képzett embereket. Mint ahogy végtelen, erkölcstelen dolognak tartanám azt, hogyha magyarok most Kárpátaljáról behívnák azt a 300-400 orvost, akik még ott vannak, és akik még tudnak magyarul. És akkor mi jól járunk, úgymond, és a kárpátaljai magyarok pedig ott maradnak orvos nélkül. Ennél erkölcstelebb dolgot nem tudok, ez undorító. Tehát nekem az a véleményem, hogy nem, az, hogy kerítés, meg nem tudom micsoda, el kell sülyeszteni a hajókat, ez egyáltalán nem megoldás. Az a megoldás, hogyha oda menne hatalmas erővel Európa, és rendet csinálna, és rehabilitálna Afrikát, és stb. Stb. Ez lenne a megoldás. Nem az, hogy a fiatal embereket ide beengedjük, hiszen akik igazán rászorultak, ugye a nénik, a mama, a nagymama, ha nem tudom ki, az ott marad. Az nem tud eljönni. A fiatal férfiak és a fiatal nők egy része jön el, ugye, és akik igazán veszélyben vannak, azok ott maradnak. Tehát oda kellene mennünk nekünk, mindenkinek, és segíteni azon, hogy ott normalizáljanak a dolgok. Az nem megoldás, hogy beengedünk Európába. Jó, most tovább szerintem kell mennünk, mert van még a reklámik három bejátszásunk. Oké, mérgesítem magam ettől dolgtól. Nem, semmi, ezen mi is így vagyunk, csak fegyelmezettebbek vagyunk nálad. Igen. Na most a következő Ágneshez térünk majd vissza, hogy mit mondanak a polgármester, mit nem. Hát ugye most nyilván a parlament leggyengébb láncszeme következik, nézzük.